Letartóztatták a brüsszeli korrupciós botrányban érintett Marc Tarabella, szocialista EP képviselőt, írta meg a Politico. A portál úgy tudja, az üggyel összefüggésben a belga nyomozó hatóság több helyen is razziát tartott a napokban. Átkutatták Tarabella trezorját egy liezsi bankban, valamint több irodát is abban a Vallonvárosban, ahol a politikus még mindig polgármester. Az Európai Parlament múlt csütörtökön felfüggesztette Tarabella és képviselőtársa Andrea Cozzolino mentelmi jogát, így a rendőrség már kihallgathatja őket. A belga rendőrség pénteken letartóztatta Marc Tarabella EP képviselőt, közölte a Politico. A brüsszeli lap azt írja, a szocialista politikust azzal gyanúsítják, hogy részt vett az Európai Parlamentben kirobbant korrupciós botrányban. A belga hatóságok még januárban kérelmezték Marc Tarabella mentelmi jogának felfüggesztését, ami február elején meg is történt, ugyanis a szocialista politikus nem másnak, mint a korrupciós ügy egyik kulcsszereplőjének, a szintén szocialista Pier Antonio Panzerinek a közeli munkatársa. Panzeri egyébként vallomásában azt állította, 140 000 euró kenőpénzt fizetett Tarabellának. A most letartóztatott baloldali Tarabella lakásában is tartottak már házkutatást. A szocialista politikus tagadta érintettségét a korrupciós botrányban, viszont azt bevallotta, hogy 2020. februárjában részt vett egy olyan nagyértékű utazáson, amit Katar fizetett. Ezt az Európai Parlamentnek nem jelentette be, ügyvédje pedig megpróbálja úgy beállítani a kirándulást, mintha a szocialista Tarabella csak egy kongresszuson vett volna részt. Az Origo azt írta, Marc Tarabella ellen a vád korrupció, bűnszervezetben való részvétel és pénzmosás lehet. Thank you, President and colleagues. A brüsszeli korrupciós botrány december közepén robbant ki, miután letartóztatták az ügy főszereplőjét, Eva Kaili görög szocialista politikust, az EP alelnökét, mert a gyanú szerint több más parlamenti képviselővel és tanácsadóval együtt kenőpénzt fogadott el Katartól, illetve Marokkótól. Cserébe pedig nekik kedvező döntésekért lobbizott az Európai Parlamentben. Eva Kailinál és a hozzá közel álló személyeknél összesen több mint 1,5 millió eurót, azaz 600 millió forintot találtak. Belga sajtóértesülések szerint a baloldali képviselőnek és családtagjainak panamai bankszámlái is voltak, amelyen katari és marokkói utalásokból 20 millió eurót, vagyis 8 milliárd forintot gyűjtöttek össze. A brüsszeli súlyos korrupciós botrányban a hírek szerint legalább 60 uniós politikus érintett, többségük szocialista vagy néppárti.